Szorongás, földrengés és digitális oktatás, ezek mind szóba kerülnek a 35 perc mai adásában. Válogatást láthatnak 2021 legérdekesebb beszélgetéseiből. Jó estét kívánok, már is jönnek a részletek. Szorongás, függőség, sokan kerültek nehéz helyzetbe az elmúlt hónapokban. Segítség Horvátországban a földrengés sújtotta területen főztek nyíregyházi mesterszakácsok. Elismerés nyíregyházi tanár lett a digitális oktatás nagykövete. A pandémiás helyzet és a vele járó szigorítások jelentősen megterhelték mind a gyermekek, mind a felnőttek mentális egészségét. Több felmérés is azt igazolta, hogy kortól és nemtől függetlenül sokan szenvedték meg a megváltozott körülményeket. A témáról dr. Erdélyi Ágnes addiktológus főorvossal beszélgettünk. Vendégünk dr. Erdélyi Ágnes, addiktológus, pszichiáter, főorvos. Néhány hete tüntették ki a Semmelweis napi ünnepségen, szívből gratulálunk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Mi a rendelőkben a tapasztalat? Lehet-e ezt érzékelni, hogy megnövekedett ez a fajta terhelés és ennek a következményei? Igen, most már érezzük azt, főleg amióta személyesen és gyakrabban el tudnak jönni a betegek a szakrendelőbe, hogy a koronavírus járvány miatt megnövekedett a szorongó betegeknek a száma. Két nagy csoportra lehet ezeket a betegeket osztani, azokat, akik már korábban is szorongók voltak, és ez alatt az időszak alatt, amíg be voltak zárva, különböző korlátozások voltak, a szorongásokkal erősebben megjelent náluk, veszélyesebbnek érezték az életet, úgy érezték, hogy ők, nekik több mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy valahogy elhárítsák ezt a veszélyt, nehezen tudták ezt a szorongást kezelni. Másik meg azoknak a betegnek a csoportja, akik valamilyen módon személyesen megtapasztalták magát a betegséget, vagy azért, mert ők maguk, vagy családtagjuk, vagy valami olyan közeli hozzátartozók, ismerősük lett, akár súlyos beteg, vagy akár tragikus véget érő betegségben szenvedett, emiatt növekedett meg náluk a szorongásnak a mértéke. Akár egy nehezített gyász is felmerülhet ilyenkor. Mindenféleképpen a gyászreakció ugye egy nehéz dolog. Sokszor elmondjuk, hogy mi magyarok egy kicsit elfelejtettük azokat a tradícióinkat, amikkel korábban gyászoltunk. Igyekszünk erősnek mutatkozni, igyekszünk a gyászt gyorsan letudni, és valamilyen módon azt mutatni az emberek felé, hogy ez nem működik. Ez nagyon rossz. Nagyon rosszat teszünk magunknak, a gyásznak van egy ideje, meg kell élni ezt a gyászt. De amikor sok mindenki gyászol, hiszen sok mindenki veszítette hozzátartozót. Akár többet is. Akár többet is. Gondoljunk azokra a gyerekekre, akik mondjuk egyik szülőt, vagy mindkét szülőt elvesztették. Nekem nagyon megdöbbentő volt, amikor olvastam az újságot, hogy mennyi gyerek maradt a koronavírus miatt, árván, teljesen megváltozott élettel. De ugye az is gyász, ha valaki elvesztette a munkahelyét. Elvesztette azokat a megélhetési lehetőségeit, amik voltak. Ezek mind-mind nagyon komoly szorongáshoz vezetnek. És azt, hogy ki hogyan tudja ezeket a szorongásokat megoldani, az függ a saját megküzdő készletétől, megküzdő képességétől, de attól is, hogy milyen emberek veszik körül. Tud-e segítséget kapni, illetve sokszor még az is kérdés, hogy mer-e segítséget kérni, hiszen nagyon sok embernek a kérés megfogalmazása is nehezen megy, önmaga előtt sem meri beismerni, hogy szüksége van arra, hogy valaki segítsen. Milyen megküzdési mechanizmusokkal lehet ezzel szembenézni, illetve én azt látom, hogy azok kis bajba kerültek, akiknek azok a meglévő megküzdési módok bezárultak, illetve nem volt lehetőség a karantén idején a jól bevált módszereket alkalmazni. Ugye azt mindig elmondjuk, mindegy, hogy milyen élethelyzetről van szó, hogy a társas kapcsolatok nagyon jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy bizonyos nehéz helyzeteket jól tudjunk kezelni. A kapcsolataink azok, és ha valakinek nagyon széles körű kapcsolata van, nagyon erősek a szeretet kapcsolatai, sokkal könnyebben átvészeli a nehézségeket, ezt azért mindenféle tanulmány, vizsgálat mutatta, hogy azok, akik nem egyedül élnek, azok sokkal védettebbek a stresszel szemben.
Most mondod, hogy volt ez a helyzet, amikor pont a társas kapcsolataink szűkültek le. És a testi érintések, tegyük hozzá, az ölelés, az igen? Így van. Leszűkültek azok az érzelem kifejezések. Ugye ezt is tudjuk, hogy a szeretetnek többféle nyelve van, és van, akinek a szeretet nyelvhez nagyon fontos, hogy érintéseket kapjon. Az érintés pedig veszélyessé vált, ami meg egy nagyon nehéz érzelmi állapot, hiszen egyik irányból van bennem egy igény, hogy én is megérinthessek valakit, megölelhessek, meg engem is öleljenek meg, hiszen nekem is fontos, hogy érintések legyenek, és nem csak kisbabakorban, hanem még felnőtt korban is igenis, hogy fontosak ezek az érintések. És akkor egyszer csak azt halljuk, hogy ne érintsük meg a másikat, mert veszélyes, és tartsunk távolságot. És akkor az emberbe akaratlanul is jön egy konfliktus, ugye pszichológiai konfliktus úgy jön létre, hogy valamit szeretnék megcsinálni, és valamit nem szabad, és akkor ez egy megemelkedő stressz szintet jelent. És aztán, amikor meg már újra lehet, hogy akkor mégiscsak kit érinthetek meg, és kit nem, és milyen mértékben. Pont a múltkor volt valami ezért nagyon szokott dolog, hogy találkozunk valakivel, bemutatkozunk, kezet fogunk. A kézfogás is leszoktunk, igen. Szabad, vagy szabad, az öklünket, igen. Vagy a könyökünket, ezt inkább a férfiak csinálták, a nők megálltak. Én azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy a japánok már korábban ezt átélték, szóval a japán kultúrában nem is érintik egymást, hanem ők inkább mosolyognak és hajolnak. És lehet, hogy mi is át fogunk alakulni valamilyen nagyobb távolságtartásra, ezt ugye nem tudjuk. De minden esetben most azért így gondolkodunk, hogy most már merjek kezet fogni, vagy még nem biztos, hogy jó, hogy kezet fogok. Úgyhogy most egy tanulásnak vagyunk a részesei, méghozzá egy nagy közös tanulásnak, ahol meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudjuk elviselni, és hogyan tudjuk belőni azokat a távolságokat, ami viselhetők számunkra, de kellően biztonságosak ahhoz, hogy a esetleges fertőzéstől megvédjük magunkat. Mert hogy ugyanígy a nyitásnál is megtapasztaltuk ezt a fajta sok hatást, hogy akkor most újra szabad, akkor mit szabad, és mi az, amit hivatalosan szabad, meg mi az, amit a józan eszem megenged. Igen, meg azért a saját magunk is tudjuk, hogy mindig, amikor valami változás történik az életünkben, akár elmenjünk szabadságra, utána egy picit nehezebb visszamenni a munkahelyre, és nem azért, mert bajunk van a munkahelyen, csak megszoktunk egy másfajta dolgot, pedig az 2 hét, vagy maximum 3 hét. Itt meg azért már most egy éve lassan ezt játsszuk, hogy, vagy nem játsszuk, mert ez egy nagyon rossz szó, hiszen szenvedjük azt, hogy hol szigorúak a korlátozások, hol enyhítenek, aztán amikor már megint fellélegeznénk, akkor újra jön valami olyan negatív esemény, ami miatt újra szorosabbra kell vonni ezeket a korlátozásokat. Tehát nem is tudjuk, hogy... Időben sem tudjuk behatárolni, hogy meddig fog ezt tartani, hogyha most kilépek, akkor 1 hónap múlva, 2 hónap múlva megint történik valami, vagy nem történik. Azzal teszek-e jót, hogyha én most belevetem magam a nyár szabadságába, vagy azzal teszek jót, ha egy kicsit visszafogom magam, és rákészülök arra, hogy esetleg kivárjam azt, ameddig még biztonságosabb lesz a külvilág. Ezek nagyon nehezen eldönthető kérdések. És a természetesen, ha valaki szorongóbb, akkor sokkal jobban meg fogja viselni, hiszen ezek a fajta szorongások és az a magas stressz szint, ez mindenkit megvisel. A döntési helyzet az mindig egy külön szorongásos helyzet, már pedig mostanában azért olyan dolgokról kell dönteni, amiről eddig még életünkben sosem. Tehát most akár az oltásokra gondolunk, hogy akkor most oltás, nem oltás, melyik oltás, a harmadik vagy nem harmadik, dönthetek, vagy döntenek helyettem, tehát azért ezek olyan súlyos kérdések, ami nagyon megterhelő. Igen, ezt sem szoktuk. Ez sem volt eddig feladatunk, hogy ilyenfajta dolgokba döntsünk. Azt azért meg lehet figyelni, sokkal egészségtudatosabbak az emberek. Sokkal inkább szeretnek rálátni a saját egészségükre, azt, hogy mi történik velük. Ezelőtt 20-30 évvel, amikor én kezdtem a pályámat, sokkal kevesebb kérdést tettek fel a betegek. Most már igenis tudni akarják, hogy egy adott gyógyszer hogyan hat, hogy egy adott dolog, ami a szervezetébe bekerül, mi történik vele, ami én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog. Tehát nagyon fontos, hogy az emberek azt, amit megtesznek, amit elfogadnak, azt úgy fogadják el, hogy ők döntötték el, úgy fogadják el, hogy belátják, hogy ez nekik hasznos vagy nem hasznos.
De hát az oltással kapcsolatban régi ismereteink vannak. Tudjuk, hogy az orvostudomány egy csomó fertőző betegséget az oltások segítségével tudott kiküszöbölni. Nincsenek himlőjárványok, mert a földet himlőmentessé tette a védőoltás. Már nem is kapunk oltást, hiszen már nincsen rá szükség. De nincsen járványos gyermekbénulás. A TBC-t azért, amit Morbus Hungaricumnak nevezték, hát Magyarországon tombolt a TBC, tehát azért ezeket mind a védőoltások tudták kiküszöbölni. De azok ugye régi, jól bevált oltások, vagy legalábbis azt hisszük, hiszen belegondolunk, azok is egyszer újak voltak. Azokat is elkezdték. Igen, csak a mi életünkben az már megvolt. Tehát igen. Mi még nem tapasztaltuk meg azt, hogy egy új dolgot kell, hogy kipróbáljunk. Egy utolsó kérdés. Meggyőződésem, hogy minden egyes krízis helyzetnek megvan a maga nyeresége és előnye. Mi lehet ennek a nyeresége, ennek a mostani pandémiának? Én azt gondolom, hogy egy csomó dologra ráirányította a figyelmünket, a másik fontosságára. Szerintem arra, hogy az emberek mennyire össze tudnak fogni. Én nekem ez nagyon nagy öröm volt és tapasztalás, hogy igenis, hogy nagyon sok olyanra is lehet számítani, olyan emberre is lehet számítani, akire nem is gondolták a szomszédok, barátok, ismerősök, hogy odafigyelnek a másikra. Arra, hogy mégiscsak egy valamilyen fajta egységes összefogást kért az emberektől. Az már nem annyira jó, hogy megosztotta az embereket, ilyen oltottak, olyan oltottak, ilyen csoportra és olyan csoportra, de hogy azért vannak párbeszédek dolgokról, és azt, hogy igenis ilyen egyszerű dolgot, hogy kezet kell mosni, hogy ha kijövünk a boltból, nem azonnal elkezdem a kifli csücskét harabdálni bármennyire, és hát, hogy olyan dolgokra felhívta a figyelmünket, amiket meg tudtunk, hiszen óvodáskorunktól belénk súlykolták, de valahogy mégsem tartottuk be. De tehát az egészségtudatosságot. Az egészségtudatosságunkat, azt, hogy figyeljünk magukra, és hogy tényleg tegyünk meg, de ne csak ilyen álságos dolgokat, hanem olyan dolgokat tegyünk meg az egészségünk érdekében, amik hasznosak és előre visznek. Főorvos asszony, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet. Erős földrengés rázta meg a tavalyi év elején Horvátországot. A katasztrófa sújtotta területen segítettek nyíregyházi mesterszakácsok és felszolgálók az esetet követően. A Nyírségi Ízkirályok Egyesületének 4 tagja kelt útra azzal a céllal, hogy az egyik nehéz helyzetbe került település lakosainak és az ott segítő önkénteseknek süssenek, főzzenek. Több mint 1000 adag babujással és lapcsánkával látták őket vendégül. Útjuk előtt volt bennük félelem az utórengések miatt, amelyekből ott tartózkodásuk során sem volt hiány. Köszöntöm a stúdióban Szoboszlai Gyulát és Cirákó Istvánt, mindketten mesterszakácsok. Hogyan találta meg önöket ez a szép és nemes feladat? Kérlek, hogy Gyulát kérdezem. Érdekes dolog, van egy bajai magánmentés barátunk, Csúcsányi Csaba, és ő kérdezte telefonon, hogy figyelj, már akartok jönni? Tudja, hogy mi sokat járunk ilyen dolgokra, mondtuk természetesen. És hát ott a beszélgetés lényege, utána hívott két hogy féltek, akkor kedden indulnánk. Volt-e már ehhez hasonló helyzet, amikor gyakorlatilag egy veszélyes terepre kellett kivonulni? Ha a Covid veszélyes, akkor igen, voltunk a kiskolási járványkórházba is főztünk már. Oda is elmentünk főzni, oda is a mentős barátunk segítséggel jöttünk el. Mennyire gyakori, hogy ilyeneket bevállalnak? Amikor a felkérés kapunk és tehetjük, akkor mindig megyünk. Mi az, ami, vagy hogyan finanszírozták azokat az ételeket, amiket ott elkészítettek, ki az, aki ehhez segítséget nyújtott? Nekünk van egy cégünk, egy Annofood Kft-nk, és ő segítsége, és a saját pénzünkből mentünk le. Úgy tudom, hogy segélyszállítmányt és élelmiszeradományt is vittek. Igen, Bajai Város segítsége vettünk még ki 1,5 tonna élelmiszert, tartós élelmiszert a rászorulóknak. Hány tagja volt ennek a delegációnak? Ugye 4 emberről beszélünk, de úgy tudom, hogy más szakmákból is azért mentek ki segíteni. Igen, 2 mentős kollégával voltunk még kint, mind a 2 mentős kollega, mentünk egy mentorult, meg egy nagy Ford Citroen transporterrel voltunk. Hány napot töltöttek kint? Kint egy napot voltunk csak, ugye egy hajnal 2-kor indultunk Bajáról, és másnap hajnal 2-kor értünk már vissza a helyünkre. István, mennyire volt nyitott erre? Kellett-e gondolkoznia ezen, hogy megy, vagy nem megy? Felkérést általában illik elfogadni. És mivel ez nem az első felkérés volt, így
első szóra. Tehát csak ennyi volt a válasz, hogy mennénk, akkor menjünk. És már holnap. Persze, és akkor lehet pakolni, össze lehet szedni a felszerelést, megtisztítani, bepakolni az autóba, és tessék. Milyen információik voltak arról, hogy mi ott a helyzet? Hát a földrengés önmagáról a híradóban is értesültünk, illetve Csabival folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és mind kimondták a lehetőséget, hogy indulhatnánk, és hogy mit kellene nekünk ott, mi lenne a szerepünk végül is. Azonnal az igent mondtuk, pakoltunk, és nincs visszaút innent. Maga a főzés-sütés az ott helyben történt, vagy előkészítették itthon azt, amit szerettek volna megsütni, vagy megfőzni? A zöldséget megtisztítottuk, a húst feldaraboltuk, vákonfóliáztuk, és úgy vittük ki. A főzés kint történt, az teljesen kint történt. Ugye érdekes volt, mert voltak, ugye sziszekvárosabban főztünk, volt egy ilyen KTS-szerű része, ott van még KTS, és néztünk az oldalról, megkezdtünk, és 15 perc múlva már főtt a gulyás a nagy edényünkbe. De lehetett tudni előre, hogy hol lesz az a helyszín, ahol maga a főzés meg tud történni? Kaptak hozzá infrastruktúrát, hogy ez hogy történt? Hát igazán csak gázpacot kértünk, vizet kértünk, semmi sem kértünk, mindent hittünk magunkkal. Odaértünk, az ott volt, és végtelen segítőkész embereket találkoztunk, mert mondtuk, hogy kéne nekünk meleg víz. Ugye mondták, hogy van persze. Ugye hoztak is lagót, de nem volt jó a csapukra, és a csapat is percokat átalakították, hogy nekünk legyen meleg vízünk. És nagyon-nagyon segítőkész, hogy mindenben hozták, amit kértünk, kicsit találtuk már hozták ide fel, szóval végtelen jó emberek találkoztunk ott. Milyen állapotok várták önöket, és most nem feltétlenül a főzéshez való infrastruktúrára gondolok, hanem mi az, amit láttak ott a helyszínen? Hát nagyon-nagyon szabad dolgokat láttunk. Ugye ebben a Sziszek városában van egy kórház, ahol volt 70 covidos beteg is például, és azon az éjszaka a 70-ből 30-an gépen voltak. És azt is elkezdik teljesen ki kell tűteni az egész kórházat. Mentünk át Petinyába, és van egy gyönyörű szép négysávos híd, és a hídnak a korlátja, meg a szélsősávú fele hiányzott. Ugye, amikor mentünk odafel, láttuk azt, mondta Csaba, hogy álljon a fotózom, megégetem, hozok fotókat, és mondta Csaba, hogy nem kell még. Megérkeztünk Petinyába, és na, azért borzasztó volt. Láttak az, már ehhez foghatót, ehhez hasonlót? Hát a fényképet nézek, mintha egy bontásra ítélt házra lenne szó, de mikor ez egy egész belvároson keresztül végigmegy, azért ott egy kicsit elgondolkozik az ember, hogy úristen, hát itt mi történhet? Volt-e akkor aznap utórengés? Éreztek-e földmozgásokat? Igen, mi ugye Sziszekbe főztünk, majd este átmentünk Nebolya város települése, nem város településre, és ott hozzá fogjunk lapcsengát csődni. Az alaj felfolyósodott, ugye sát volt fölöttünk, és eljesszük, hogy mozog a föld. Úgyhogy hát mit csinálunk az ember automatikusan? Megindulunk ki fel a sátorból. Igen, ám, de ott is mozgott a föld. Úgyhogy mentünk vissza, dolgoztunk tovább. És érdekes volt, hogy a helyiek hozzáállása, hogy ők ott voltak, és mondták, hogy nyugi. A magyar mentés, a helyiek nyugtatták. Ez a tengely 5,3-es volt, mégis az is kérdezik a sásztól, aki ott volt, egy tűzoltó volt velünk, hogy ez mekkora volt. Hát mondtuk, 4-4-2 körül. Gyorsan azt találtunk, hogy fú, anya volt, egy 4-2-es földrengés volt. És mondták 10 perc múlva, hogy ez 5-3-as volt. Nagyon-nagyon kemény volt. Mentünk odafele, és van olyan település, ahol láttuk, hogy gyönyörű szép házak vannak felépítve. És az utcán 5 métereként kint van a toj-toj WC. Az udvaron meg utcának ott állnak a két személyes nyári lakókocsik, és abba laktak. Azért most is rágondolom, hogy ez egy borzasztó érzés volt, hogy az emberek az utcán éltek, szó szerint nem vettek benne a saját házukba. És ettől nincs borzalmasabb érzés. Kik voltak azok, akik elfogadták, akiknek adták ezeket az ételeket? Ezek meg voltak szervezve, tehát a tűzoltóság is segített, a helyi tűzoltóság is, illetve voltak a helyi szervezetek, akikkel tartottuk a kapcsolatot, és ők csak mondták, hogy hány darab ételt szeretnének, és akkor azt csomagoltuk, tehát még be is csomagoltuk, bedubozoltuk, és ők már csak helyszínre szállították ténylegesen az ételt. Illetve voltak, akik el is jöttek oda, egy páran, akiknek ott helybe is adtunk élelmiszert. Mi volt az az élmény, ami a leginkább megérintette? Ezt a kollégám tudja elmesélni. Hát ezt így nehéz elmondani, de fú, embernek adni, enni. És a nagymamának, egy unokának. Így van, tehát egy nagymamának, egy unokának enni a 4. nap után, hát.
5 napja nem ettek már? Meleg élelmiszert, igen. Volt már hasonló élményben részük? Nem, ez nagyon durva volt, ez nálunk mindenkinél ott álltunk, ugye hatalom voltunk, ültünk és néztünk ki a fejünkből, hogy nekik ilyen van, és volt ilyen. Ugye az egész, tessék elkezdeni, hogy Petrényi belvárosában élelmiszer bolt van. Ugye a földtele van bombom, az egész ház le van bontva, és a boltba, hogy a földengés megmozdult a ház. Ahogy leesett az áru a földre, a pultok elkészítve a hot dog, a pizza, minden volt készítve, az minden úgy volt hagyva. És hogy mi negyedikén volt, ötödikén voltunk kint, abban ember nem volt abban a házban. És azt látni kell, hogy fú, hát ez... Tehát erre a pszichés dologra felkészülni, tehát ott akkor lereagálni és tényleg figyelni mindenre, tehát nagyon nehéz. Milyen gondolatokkal ültek vissza az autóba, amikor elindultak haza? Hát, hogy sokkal jobb adni, mint kapni. Ez abszolút így volt, hogy Isten, mit tudtunk adni, nem nekünk kellett kapni. És ugye jöttünk a kocsa visszafelé, nem igazán volt vidámkodás kocsiban, mindenki ültünk és gondolkodtunk, hogy Isten, mit tehettünk volna még, hogy nem tettünk talán, hogy ha szükségre szánkok az idén, még egyszer ki szeretnénk menni, ugyan szerint még egyszer megnézzük. Éreznek valami változást a saját gondolkodásukban esetleg? Igen, mennyire kívülünk szolgálatot a természetnek. Ez abszolút, abszolút így van. Ugye volt, nem csak az volt, hogy volt a földengés, és ugye akkor volt egy háromnapos eső előtte, és még picik is árvíz, és nem árvíz, hanem egy ilyen magas belvíz is fognék hozzájuk. Szóval minden verte őket. És ugye eljöttünk onnan, és mondtak, hogy 7 végérnek 15 centi havat vágtak. Ugye azt kell tudni róla, hogy a házaknak a kéményének nem volt kéménye a háznak, hanem volt vagy egy fólia ráhúzva, vagy ez a lindabb lemez volt rátéve a házra. Hát a fólia, ez be fog szólítani a hó. És érdekes volt, jöttünk hazafele, bementünk Sziszebb a tűzoltóságra, és vittünk tűzoltónak lapcsánkát. Megköszönték, és az első szavak az volt, hogy itt van gyümölcs, vigyenek. Szóval ők kaptak, és rögtön adni akartak. Szóval ez egy tényleg a szőr fel az emberre, annyira kemény dolog volt. Gondolom lesz következő is. Márhogy nem földrengés, hanem hát, segítségnyújtás. De ha kell, akkor megyünk, persze. Ciránkó István, Szoboszlai Gyula, gratulálok. Köszönjük szépen. És azt kívánom, hogy minél kevesebb szükség legyen ilyesmire. Igen. Köszönjük szépen, hogy befáradtak a stúdióba. A Nyíregyházi Bánki Iskola oktatóját választották tavaly a digitális oktatás nagykövetének. Zsigó Zsolt jelenlegi munkahelyén 30 éve tanít matematikát, fizikát és informatikát. A tananyag gyakorlatban történő átadásában nagy segítsége az intézményben működő HUB, mint középiskolai innovációs ökoszisztéma, innovációs csomópont. Köszöntöm a stúdióban Zsigó Zsoltot és tanítványát, Sisa Lászlót. Mindenek előtt gratulálok ez a nagyszerű elismeréshez. Köszönöm szépen. Hogyan indult, és egyáltalán mi ez a bizonyos ökoszisztéma, ez a Bánki HUB? Nagyon messzire jutottunk el ide, hiszen még a múlt évezredbe kezdtem én ebbe a digitális tananyagfejlesztésbe. 1999-ben a Surinet programirodá jelentkeztem én fizika rovatvezetőnek, és tulajdonképpen ilyen HTML oldalak készítésével kezdődött ez. Aztán számítógéppel támogatott fizika kísérletekkel folytatódott, és utána, ahogy fejlődött a technológia, a webes technológia is, úgy kerültek animációk, szimulációk is az oktatási anyagok közé. Mivel érdemelte ki magát az elismerést? Hogyan lett digitális nagykövet? Ez egy szakmai díj, ez egy nagy szakmai szervezet, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, és talán ezt az elmúlt 21 néhány év alatt végzett munkámat ismerték el. Egy dolog ez a szakmai elismerés, de mi az, amit ön saját maga legnagyobb elismerésnek tekint, vagy mi az, amit legnagyobb sikernek tekint ebben? Ebben a díjban? Vagy nem mire? A díjban, hanem abban, ahogy ez létrejött, ahogyan működik, aha. Ennek mi a hozadéka? Én azt gondolom, hogy azért az, hogy minden Nyíregyházáról a bánkiból időnként a John Hopkins Egyetem
hallgatói, a diákaival versenyben tudunk lenni, az szerintem egy nagyon komoly dolog. Mi az, ami a bánki számára különös előny abban, hogy létezik ez a hab? A szakképzés szerintem egy kicsit más, mint a közoktatás, mert itt nagyon gyakorlatiasak a diákok is. Nagyon sok esetben érkeznek egy konkrét valós problémával, és már hozzák is szinte az ötletet a megoldásra, és szinte természetes, hogy egy ilyen környezetben, ahol rendelkezésre állnak azok az eszközök, anyagok és az a tudás, amivel elkészíthetőek mondjuk a prototípusok, akkor ezt próbáljuk már úgy segíteni, hogy könnyebben készüljön el a prototípus. Hogyan működik az egész? Tehát jön egy ötlet valakitől, akár diáktól, akkor annak mi lesz a sorsa itt ebben a rendszerben? Igen, tehát többféle képpen születnek ötletek, van, amikor csak problémát keresünk, mert szerintem időnként a probléma jó felvetése is elég, mert utána akkor már arra lehet találni megoldást. Illetve, hogyha hozzák az ötletet, akkor is van egy ilyen kvázi belső szűrő, például megnézzük, hogy lehet-e már kapni az eBay-en. Mert ha ezt már lehet kapni, akkor másképpen gondoljuk át, mert akkor lehet, hogy valami olyan pluszt, olyan hozzáadott értéket kell még hozzátennünk, vagy mondjuk olcsóbban előállítani, amivel ez piacképes termék lehet. Mindig ez a cél, hogy piaci termék legyen. Ez a termék azért nem mindig konkrét kézzel fogható eszközt jelent, hanem van, amikor egy kis tanulmány, vagy egy kis film ez a termék, de hogy mindig van konkrét cél, amit adott határidőre meg kell csinálnunk, mint ahogy fogják majd az ipari környezetben is ugyanezt. Laci, én úgy tudom, hogy te egészen fiatal korodban kerültél be ebbe a rendszerbe. Talán hetedikes voltál? Igen, pontosan. Hetedik osztályban kerültem be a bánkiba, ilyen versenycélokkal. Akkor indult az első versenyemre is. Mi volt ez az ötlet, vagy honnan jött az indítatás, hogy te oda bekerüljél? Még anyukám ilyen postás, ezért a kötődések. De az érdeklődés az nyilván megvolt a részedről. Volt igen, valami konkrét ötleted, vagy egyszerűen csak annyira ez a világ vonzott és érdekelt? Hát elsőnek még az első projektjémet mutattam be. Labortápegység, akkumulátoros forró átalakítás, modernizálás, ilyenek. Most arra hová jutottál? Most már a bánkiba jársz? Hanyadikos vagy? Tizedik. Magyarul második. Hát igen, maradjunk a tizediknél, most már ebben a rendszerben gondolkodunk. Mi az, ami most dolgozol, és hoztál is egy ilyen prototípust, egy bemutatásra méltó darabot. Mi ez? Ez egy segítőkéz, sztrókos betegeknek való ilyen gyógytornász, hogy nagyon kevés van, ezért tud rajtuk segíteni gyógytornász felügyeletével általában. Ezt ketten készítettük csapattársammal, Priel Gáborral. Ő volt a csapatban úgymond a generalista, én pedig a specialista. Ez mit jelent? Ő csinálta a dokumentációt, ő keresett utána a dolgoknak, ő figyelmeztetett, hogyha valamit elfelejtettem volna, ami általában megtört. Személytitkár és menedzser egyben. Igen, pontosan. Uh-huh. Én voltam a specialista, én foglalkoztam programozással, 3D tervezéssel, nyomtatással. Vagy 3D nyomtatással készült a termék. Uh-huh. Végül is prototípus inkább. Mi lesz ennek a sorsa, ennek a terméknek? Tudod-e már, vagy ezt a tanár úr esetleg jobban tudja? Szerintem tanár úr jobban tudja még. Mert hogy pont ez a feladat, hogy egy ilyen ötletet, egy ilyen prototípust valahogy becsatornázzunk. Igen, most követi a trendeket, most már az oktatási rendszer is, úgyhogy megjelentek már ilyen startup, középiskolai startup versenyek, és két ilyen ötletversenyen már ott is szerepelnek, az egyiknél már a második körbe jutottak, és a másik versenyen pedig most 31-én van a határidő, amíg fel kell tölteni a kért anyagokat. Ki mindenkivel vannak kapcsolatban? Ugye az amerikai egyetemet már említette, de hogy azért itt többféle szereplőre van szükség ahhoz, hogy egy ilyen ötletből végül is piacképes termék
szülessen. Igen, ezért is gondoltam, hogy egy ilyen hubot, egy ilyen kapcsolódási pontot kell létrehoznunk, mert ahhoz, hogy egy ilyen termék megszülessen, szükség van szakmai támogatókra, szakértőkre. Szerencsére a volt bánkis diákok között nagyon sok mérnök, szoftverfejlesztő van, akik nagyon szívesen segítenek nekünk. Szükség van céges kapcsolatokra, ugyanis azért sok minden megvan ott nálunk helyben, az iskolában is, de azért a technológiai szinten a cégek közül sokan már az ipar 4.0-as eszközökkel és technológiával dolgoznak, tehát az azért később ér oda. Illetve szükség van arra is, hogy forrásokat is szerezzünk. Erre vannak ilyen pályázati alapok, de nagyon sokat támogat minket a mi iskolai alapítványunk is. Rendkívül érdekes az, amiről beszélgettünk, és nagyon sok kérdés kavarog a fejemben. A mai oktatás és a digitalizációnak ez a fajta csúcsosodása, vagy magas szintje. Hogyan jön össze? Én azt láttam, hogy a tavalyi karanténban nagyon sok pedagógus kétségbe esett, mert az is meghaladta a tudását, hogy az interneten keresztül tudjon órákat tartani, és hogy mit, hogy kell Zoom vagy egyéb rendszereken keresztül használni. Ugyanakkor meg itt van ez az oldal, hogy ez valahogy hogy fog úgy összeérni, hogy a digitalizáció maximálisan támogassa a gyerekeknek az oktatását, úgy, hogy azt látjuk, hogy a gyerekek azért szinte előrébb tartanak, mint a pedagógusok ezen a területen. Ez is így készült el a pandémia alatt, tehát mi kommunikálni közös dokumentumokat szerkesztettünk, tartottunk is mini konferenciákat vagy meetingeket, illetve így is zajlott egy verseny, tehát a Samsungnak az egyik ilyen fejlesztő verseny második helyezett lett a csapat, és az is úgy zajlott, a pitch felkészülés, a pitch verseny, minden így zajlott. Én úgy gondolom, hogy a digitalizáció akkor is zajlik a háttérben, ha mi ezt tagadjuk. És ez folyik kérlehetetlenül és konokul. Szerintem meg kellene próbálni azt, hogy a számunkérésnek a hagyományos elveit azt elengedni. Ez talán az egyik legnehezebb. És bátrabban bevonni a kütyüket. És az együttműködésre biztatni a gyerekeket. Világos, hogy addig, amíg a kimeneti mérés az a szokásos papíralapú feladat megoldás, addig ez egy nagyon feszítő dolog, de én bízom abban, hiszen a technológia már arra is rendelkezésre áll, hogy akár online vizsgák is lehetnek, vagy lehessenek, hogy ez is fog változni, hiszen teljesen másfajta skillekre van szükség egy mai munkahelyen. Ott nem azt várják el, hogy magunkba dolgozzunk, és nem utassuk meg a másiknak, hanem működjünk együtt. Igaz? Azt várják, hogy találjuk meg a megoldást minden áron. És akkor, hogy szerintem egy mérnök is lehet, hogy úgy kezd hozzá egy problémához, hogy megnézi, hogy van-e már hasonló megoldás valahol. És akkor azt a megoldást, ha ő tudja adaptálni könnyedén, akkor nyert ügye van. És tovább gondolni. És akkor szépen rá alakítja az adott szituációra. Tehát szerintem megváltozott itt a céges elvárás is. És ehhez egy picit így tudunk talán alkalmazkodni. Egy utolsó kérdés, Laci, hogy érzed magad a bánkiban így, hogy meg kiélheted ezeket az érdeklődésig, mondhatnám, szenvedélyedet? Én nagyon jól érzem magam, hogy meg tudom valósítani azt, amit szeretném végül is. És minden gyereknek ezt kívánjuk. Köszönjük szépen, és gratulálok ehhez a nagyon szép elismeréshez. És köszönjük. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc. Jövő hétfőn már friss beszélgetésekkel várjuk Önöket itt a 35 percben. Legyenek nézőink aznap is, mára köszönjük figyelmüket, további szép estét kívánok. Viszontlátásra!